Ma arra keresünk a választ, hogyan lehet sikeres, erős egy nő, hogyan teljesedhet ki. Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli csehettet. miniszter szerint úgy, ha nem akar folyamatosan a férfiakkal versenyezni. Ne higgy el, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, mint a másiknak. Tegnap este pedig már a Hír TV-ben magyarázta mondatait. Kiforgatták Tudatosan félre is értelmezték a szavaimat, illetve elferdítették. Semmilyen a politikus szerint fel sem merült benne, hogy a nőknek kevesebb fizetés hátrány. járna. Ez egy megkérdőjelezhetetlen alapvetés számomra is, hogy természetesen ugyanazért a teljesítményért nem érheti hátrány csak azért, mert ő nő. Közben a videó alatt kitört a kommentháború. A posztra rengetegen reagáltak és sokan megosztották. Míg az axióma korábbi hasonló kisfilmjei alig váltottak ki hatást, ez napok óta beszédtéma. A politológus azt mondja, így jó eséllyel sokakhoz eljutott a kormány üzenete. Kifejezetten nem napi politikai dolgokkal foglalkoznak elsősorban, hanem, hanem, hanem a jó élet, a helyes élet, a konzervatív élet felfogásnak a, a a a a, terjesztése, a propagálása zajlik az Axiomát Gírószász áron miniszterelnöki megbízott alapította, aki 2019 októberétől tart kapcsolatot a keresztény közösségekkel Orbán Viktor kérésére. Kerestük az Axiomával kapcsolatban, de elfoglaltságára hivatkozva ma nem adott interjút. Bene Márton politológus szerint elsősorban az értelmiségi fiatalokat próbálják megszólítani. Számos kutatás nekünk is mutatták kutatásaink, hogy a sok tekintetben gyengében teljesítenek a közösségi média platformokon, mint az ellenzéki erők, és ezért van egy hónapok, vagy akár évek óta érzékelhető törekvés a kormány oldalon, hogy a, hogy a közösség média jelenlétet minél inkább erősíteni tudják. A Telexel korábban azt közölte az axióma, hogy magánadományokból tartják fenn magukat, és az állammal, illetve politikailag érintett szervezettel semmilyen kapcsolatban nem állnak.